Péterfi Attila és a baloldali városvezetés nem tisztelik az időskorú pécsieket, sőt, amióta 4 éve regnálnak, folyamatosan az idősek kárára, hátrányára hoznak különböző intézkedéseket. Ennek pedig 2 példája van, mondta Kamarás Péter, fideszes önkormányzati képviselő, szerdán sajtótájékoztatón a Kertvárosi Rendelőintézet előtt. Az egyik, hogy még a polgári városvezetés alatt létrehozott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amit 500 egyedülálló idős pécsi polgár kapott meg annak idején azért, hogyha bármi történik velük, hogyha segítséget szeretnének kérni, balesetet szenvednek, elesnek, stb., akkor tudjanak a hozzátartozóknak jelezni. Ezt Péterfi Attila és a baloldali városvezetés először 150 ilyen időskorútól megvonta, egész egyszerűen. A többieknek fizetőssé akarta tenni. Egész pontosan megvonni akarta, és fizetőssé akarta tenni, de végülis a jobboldali ellenzék, azaz mi, egy elég hosszan folytatott vita és egy elég hosszan folytatott ellenállás során ezt sikerült megváltoztatni. A másik ok talán még súlyosabb. A Kertvárosi Csontvári utcában található rendelőintézet sorsa, amit még az előző jobboldali városvezetés hozott létre. Ez azért volt jó döntés akkor, mert a kertvárosi embereknek így nem kellett beutazni a város másik részébe, más rendelőintézetekbe. Fontos vizsgálatokat itt el lehetett végezni, hangsúlyozta Kamarás Péter, a polgári oldal képviselője. Itt 8 szakrendelés lett kialakítva annak idején 2018-ban, ebből Péterfi Attiláék és a baloldali vezetés már 4 szakrendelést, tehát a szemészetet, kardiológiát, ultrahangot, belgyógyászatot már megszüntetett, és kérdés, hogy még a hátralévő 8 hónapjukban, választásokig hátralévő 8 hónapjukban mit terveznek, még hány szakrendelést kívánnak megszüntetni. Mi a magunk részéről, tehát a jobboldali ellenzék, a polgári oldal, mi azt gondoljuk, hogyha jövő tavasszal vissza tudjuk szerezni a várost, akkor mi visszahozzuk ide a szakrendeléseket, és megint teljes kapacitásra tud működni ez a rendelőintézet. Így majd az itt élő időskorúak igénybe vehetnek mindenfajta orvosi szolgáltatást, tette hozzá Kamarás Péter, fideszes önkormányzati képviselő. Az időseknek sem a pécsi városháza baloldali vezetése által hatalmas összegekért elkészített idősügyi koncepcióra van szükségük, hanem hétköznapi praktikus intézkedésekre, amelyel az idősek sorsát megkönnyítik, mindennapjaikat segítik, hangsúlyozta Kamarás Péter.